Sziasztok! Üdvözlök titeket! No, ebben az új videóban arról lesz szó, hogyan kell teát készíteni, azaz csinálni. És a legjobb ilyen kancsó tulajdonképpen, lehet nagyobb, vagy szélesebb. A legjobb, ha van fogója, hát ha nincs fogója, úgy is lehet, de fel a biztonság. És ami a legfontosabb, hogy legyen ilyen nel féle. Tehát ugyebár, hogy amiben kiöntjük a vizet, meg ilyesmi. Na, de lássuk is hozzá. Hát, tulajdonképpen édes mindent, hogy hideg vagy meleg vizet öntünk belé. Mert majd lesz a felforraló része. Jó, azt szerintem ennél lassan elég is. Tehát ennél bőven megteszi. Most annyit kell csinálnunk, hogy ebbe átöntjük. Na, ez már kicsi nehezebb, de meg kell tenni, mert másképpen a tea nem lesz melegebb. Úgyhogy, ja. Mármint úgy értve a víz. Tehát, igen. Öntjük. Jó, előfordulhat, hogy néha egy kicsi más vele megy a víz. Ezért figyeljük oda, hogy mindig bele. Hát előfordulhat néha egy kicsit, ugyebár meginog a karunk, és picit arra megy, de ez még nem a világ ége. Lényeg az, hogy azért az összes úgy, ahogy belemenjen. Ne, ennyi is volna. Lecsukjuk. Most már van ennek súlya. Visszatesszük. Akkor most jön az a rész, amikor bekapcsoljuk. És most már csak várunk. Hát ez eltart néhány percig. Na már lehet is hallani. Már valami készül. De ezt nem tesszük el, ez még marad, ez még marad. Igen, már lehet hallani, mint a felrobbanna. Hát igen, az eltart pár percig. Oké, már a végét járom, már mindjárt elkészül. Már mindjárt is egy kicsi látja a gőzbet felfelé. Hogy füst menne, de ez nem füst, hanem gőz. Ha nő meg különbség. Á, halkul, halk, nagyon jó. Már mindjárt kész, már úgy 90 körül járhat. Oké. Na ez már nagyon jót jelent. És már kész is. Már kész. Akkor oda kell figyelni, hogy ott sokáig hagyjuk bent, és nem veszik ki, akkor elmárt úgymond az hatás, és akkor már nem lesz annyira jó. Még várunk azért. Na, kész is, tökéletes. Enni is lenne. És akkor most jön az utolsó menet. Legalábbis hát víz meg. Szóval többi már gyerekjáték lesz. Jönni szépen beletöltjük. Lehet részletesen is. Gyorsan, lassan is, tehát bárhogy. De lényeg az, hogy nagyon oda kell figyelni. Inkább gyorsan, de lassan. Tehát úgy közepesen. Jó, hát néha a fedős visszamehet, de ez legyen most a legkevésbé a probléma. És kész is. Akkor ezt visszarakjuk a helyére. És innentől már csak hát ilyet is betenni, ilyen pixels fúziót, vagy pedig zöld teát is,
Úgyhogy tök minden. A legjobb tulajdonképpen, ha kettőt teszünk bele, mert ha egyet rakunk be, az még nem annyira az igaz. A legjobb inkább a kettő. Hisz a kettes, mint matematikailag is egy páros szám, tehát ja, meg a párba dolgozom. Fogjuk. Kivesszük. Ugye. Enni is az egész. Na, gyere! Gyere, fiacskám! Itt is van, akkor szép, óvatosan. Na, is van. Enni az egész. És most már csak várni kell. Ez eltartott, ez is néhány percig, hogy a vízszín egy kicsit olyan vörös legyen, mint a vérnek. Ó, már lehet látni, már lehet, már jön ki a hatása. És akkor enni is. És akkor tulajdonképpen már csak a citrom kell hozzá, anélkül is lehet tulajdonképpen inni citrom nélkül is, csak akkor nem lesz annyira jó, jó az íze. Úgyhogy ja. De akkor, ha már itt tartunk, ha van, akkor az jó. Hát mondom, lehet citrom nélkül is, tehát nem muszáj az, de... Ha van, akkor tegyük be. Ha nincs, az se nagyban, csak úgy kicsit ízetlen. Na, már lehet látni, hogy ez már rendes. Ez már rendes. Jó, enni szerintem elég is. Nem kell azért az egész belőni. Nem is, hát nem úgy értve, de... Na, enni is, és akkor berakunk meg egyet. Akkor már... Készni is volnánk a művel. Enni. És kész is van. Visszarakjuk a helyére. Ezt meg szépen kidobjuk. Aztán enni, gyerekek. Így kell csinálni, tehát aztán mehet a bögrébe. És kész is. Úgyhogy enni is lett volna, hát hogyan kell tárcsolni, rám tetszett végül. Így a legegyszerűbb és a legkörtékebb. Mondom, lehet citrom nélkül is, de akkor nem annyira jó. Lehet mészt is betenni. Úgyhogy enni is. Na hát, rám tetszett, én Hová Péter voltam, sziasztok!